Szeretettel köszöntünk minden érdeklődőt a TriVision programon, amiről nagyon kis, rövid ismertetőt raktunk fel, úgyhogy külön öröm számunkra, hogy ez is ennyi érdeklődőt hozott. Ezek szerint jó lehet a cím, vagy nem tudom, minek köszönhetjük. Ebben a teremben volt előtte a Points of View workshop, ami szintén egy nagyon vizionális, meg látványos program, úgyhogy most ezen az úton haladnánk mi is tovább. Bemutatkoznánk dr. Tábor István kollégám, én Koskovics Éva vagyok. Magamról pár szót, István meg majd saját magáról fog beszélni, én közgazdász vagyok eredetileg, de most már évek óta alapvetően coachként dolgozom, főleg business executive coachként. Istvánnal úgy ismerkedtünk meg, hogy a coach képzést együtt kezdtük, és azóta már több fokozatán együtt mentünk tovább, és hát nagyon megkedveltük egymást, nagyon jó barátok lettünk közben, mert kiderült, hogy a szemléletmódunk, az értékrendszerünk is nagyon hasonló. A mai programon egy olyan módszert szeretnénk majd bemutatni, amit ketten találtunk ki. Tehát tanultunk is sokat együtt, dolgoztunk is már többször együtt, és aztán valahogy így jött ez a dolog, hogy egyszer így nekiültünk, hogy találjunk ki egy jó folyamatot, és az annyira bele lovaltuk magunkat a dologba, hogy tulajdonképpen valaki az előbb is mondta már, hogy ez az ő gyereke, a módszer élet, mi is úgy kezeljük már a prédisőt, hogy a gyerekünk. Legalább egy közös gyerekünk. Van egy közös gyerekünk, igen. És akkor itt hagyd szóljak meg, mert a hangom az van, képen nincs, mármint rólatok. Én látványkoztat vagyok, elég jól titkoltam, aki még nem tudta róla, akkor most ezen már tisztelettel tájékoztatlak benneteket. Bemutatkozást nem szeretném én sem hosszúra húzni. Elmúlt 30 évben végig különböző nagy vállalatoknál dolgoztam, holland, amerikai, magyar cégeknél. Valahogy mindig valamilyen ügyvezetői pozíciót töltöttem el, és ennek a nagy öröm része az, hogy ez mindig emberi kapcsolatokból állt, és akárhogy nézem ezt a karriert, az valahogy mindig abból a látószögből látom, hogy tenyérdek sok kollégámot, sok embert alkalmaztam, sok emberrel dolgoztam együtt, és tulajdonképpen az üzleti élet, ha lebontjuk, a semmi más, mint emberi kapcsolat. És hát ez volt annak a bölcsője is, hogy ezt a TriVision Coaching programot évivel összehoztuk és összealakítottuk. Mivel mondtam már, hogy ez egy olyan módszer, ami egy viszonylag hosszú folyamat, ezért most nekünk nagyon nehéz ilyen rövid időben ezt összesúfolni. Úgyhogy azt mondanám, hogy a mai napunknak a célja az, hogy megismertessük magunkat, valamilyen benyomást adjunk magunkról, hogy mi hogy dolgozunk együtt. És mindenképpen szeretnénk, hogy akik itt részt vesznek a programon, vigyenek magukkal valamilyen ízen. Tehát legyen haszna ennek a workshopnak. Ugyanakkor élménygazdag is legyen, és inspiratív. Tehát, hogy utána is gondoljatok rá, és jöjjenek vissza belőle majd dolgok a következő napokban. Úgyhogy szeretnék bele is vágni, mert több lépésből áll, és sajnos nem jut idő arra, hogy egy-egy lépést kibontsunk, meg részletezzünk, de talán sikerül érzékeltetni, hogy milyen lehetőségek vannak ebben a módszerben. Még annyit mondanék hozzá, hogy alapvetően mi ezt a csoportos fejlesztésekre, a csoport coachingra, vagy csoport facilitációra dolgoztuk volt ki, de jól működik egyéniben is. Én azért gondolom, hogy ha végigmentek ezen a sirabuszon, amit itt a évivel éppen, majd próbálunk nektek segíteni, az a lényege, hogy lesz egy élményetek ezzel kapcsolatban, és tudtok meg mire emlékezni, ha ez igaz. Igen, azért osztottam. Bocsánat. Na most az a probléma, hogy ennyi példány volt nálam. Tessék? Regisztráltam.
hú, hát azt meg ugye nem ellenőriztem, hogy kiadok egy ilyen lapot, és akkor erre lehet jegyzetni. Mindenképp elküldöm már mindenkinek. Csak azért jó, hogyha közben is dolgoztok, meg írogattok rá, mert akkor megmaradnak talán jobban dolgok, és vagy esetleg azt tudom ajánlani, hogy egymásit nézzétek, akinek nincs, és ketten is, és akkor talán jobb. Ugyan, nem tudom, hogyha esetleg valakinek kifogása van a videó felvétel ellen, akkor az jó lenne, ha jelezni, hogy akkor olyan helyre üljön, ahol nem zavaró ez a dolog. Persze. Jó, na akkor belecsapnék. Ugye, mivel mi ilyen nagyon vizuálisak vagyunk, és nagyon kreatívak Istvánnal, ezért mindenképp olyan módszert akartunk kidolgozni, aminél nem csak az agyunkat kell használni, mert ugye a coachingnál eleve fontos, hogy a tudatalattit, a kreatív énünket sikerüljön előhozni. Ezért a rajzoláshoz nyújtunk. Most előre mondom, hogy általában mindenki, aki először visszahőköl ettől a feladattól, hogy rajzolni kell, az is aztán nagyon jókat tud rajzolni, tehát nem kell ettől megijedni, meg ugye most különösen rövid az idő, tehát most nagy rajzokkal nem lesz idő meg alkalom, de ezt így előre bocsátom, hogy a kreatív énünket kellene felébreszteni a mai alkalommal. A Trivision célja, ez a papírotokon is rajta van már, meg már mondtuk is, hogy tényleg egy ambíciózus fejlesztési folyamatnak a megalapozása. Ugye mi főleg cégeknél dolgozunk, tehát céges szervezetekkel találtuk ki az egészet, de egyéniben, meg egyéni fejlesztésre is abszolút alkalmas. Íme a nagy titok, hogy jött ki a Trivision elnevezés. Ezeken a lépéseken fogunk keresztül menni, tehát a cél, a gyökerek, az energiaforrások megtalálása, a felemelő, kilendítő tényezők, a vision-t majd részletezzük, ha oda jutottunk, aztán a individuals, az kvázi a résztvevőket jelenti esetünkben, érzékenység, az identification, az is valamilyen formában a megerősítést szolgálja majd, a körülöttünk lévő szervezet és a szükséges fejlesztések. És akkor most ugye lássuk a jelenlegi fádat, mondja a fáj. Az nagyon fontos, hogy mindenki találjon most a mai próba revision során egy olyan célt, amin itt most el tudja képzelni, hogy elkezdhet dolgozni. Tehát biztos van mindenkinek az életében egy olyan szituáció, vagy olyan tématerület, amit szeretne fejleszteni, szeretne elérni, szeretne ránézni, tehát jobbá szeretne tenni az életében, a munkájában, a karrierjében, a családjában, stb. Tehát én arra kérnék titeket, hogy így gondolatban választhatok most magatoknak itt a munka elején egy ilyen célt, amit... Egy legaktuálisabb célkitűzést, amivel éppen egyébként is foglalkoztam. Egy modellértékű legyen. Ugye ez és akkor most lássuk a te jelenlegi fádat, ezt a kis silabuszt, amit megkaptatok, ott ugye az első lépés, ez az úgynevezett alapfa. Tehát az lenne a kérésünk, hogy ezt, amiben most vagytok helyzetben, mondjuk ha egy munkahelyi helyzet, akkor egy ilyen, nem tudom, egy stresszes szituáció, vagy egy konfliktus helyzet, vagy bármilyen dolog, amin szeretnétek javítani, ezt a szituációt próbáljátok meg elképzelni, hogy milyen lenne ez, mint egy fa. Vagy te magad, hogyha te magad szeretnél valamiben fejlődni, vagy egy célt elérni, és azt mondod, hogy te most egy ilyen kis, olyan fa vagy, akkor azt a fát szeretnék, ha megpróbálnátok ábrázolni. Ez most lehet, hogy ijesztően hangzik, látok is ilyen tekinteteket, igen. A cél állapotot ábrázolni? Nem, a jelenlegi helyzetet. A célhoz képest, most... ahol most tartasz ennek a célkitűzésnek a bemérése alapján első percében. Most természetesen, ha valaki végképp nem tud fát rajzolni, akkor ezt úgy lehet megoldani, hogy a jegyzet részébe a lapnak oda fölír minél több
jellemzőt erre a helyzetre, tehát hogy tudom én, szomorú vagyok, fáradt vagyok, utálok bemenni a munkahelyemre. Lehet ez ház is, és most éppen egy sátor jött ki belőle, aztán majd meglátjuk, hogy milyen is lesz a ház. De a lényeg az, hogy magát a célt most írjátok le magatoknak, amennyire csak lehet pontosan, mert később fontos lesz visszanézegetni rá. Most már egy pici időt azért hagyunk, hogy tudjatok egy kicsit belemerülni. És nem beszélünk erről alkotás pillanatot. Következő feladat adja magát, milyen lenne az a fa, amilyet elképzelnél, mint célodat? Tehát amikor már elérted ezt a célkitűzést. Ha a cégnél vagyunk, és úgy dolgozunk ezen a témán, és ott van egymás mellett a két fa, vagy amit választ a cég, mert lehet, hogy azt mondják a csoporttagok, hogy ők inkább házat szeretnének, vagy virágot, vagy nem tudom, absztrakt rajzot szeretnének, tehát ez tényleg szabadon választható, csak mi úgy tapasztaltuk, hogy a fa az egy nagyon jó és nagyon jól szemléltethető szimbólum. Ugye a személyiségfejlesztésben is használjuk, de ettől azért mindig hangsúlyozzuk, hogy ettől itt most elvonatkoztatunk, tehát nem ilyen értelemben használjuk a fát. De amikor a két fa megjelenik a rajzon, az egy komoly beszélgetési témát jelent, mert hát rengeteg információ tud kijönni a két fa rajzból. Tehát erre most ugye nincs idő. Tehát most mennünk kell tovább, de magatoknak azért följegyezhettek dolgot, hogy mitől más ez a fa, meg miben más. Minél több exakt, pontos jellemzőt tudunk ide összegyűjteni, annál jobban kikristályosodik tulajdonképpen az elérni kívánt célunk. Lehetünk tovább? Jó, akkor a következő lépés a roots, vagyis a gyökerek. Végül is szerintem mindegy szerint, ugye ez talán a módszernek az egyetlen azon pontja, amikor egy pillanatban visszanézünk a múltra, tehát egy picit honnan indulunk és miből eredeznek a dolgaink, mik azok a gyökerek, amelyeket eresztenünk kell, mi az, ami hova köt minket, vajon vannak-e olyan gyökerek, amiket el kell vágnunk ahhoz, hogy az új gyökereket tudjunk ereszteni és másféle struktúrát tudjunk létrehozni. Amúgy a kocsikban nem nagyon szoktunk merengeni a múlton, mi sem, de valahonnan el kell. Igen, és hát itt azért fontos támaszokat találhatunk magunknak, tehát amikre építkezünk, amik nekünk erőt adtak, akiktől tanultunk, stb. Tehát megint hangsúlyoznám, hogy itt minden lépésen, akár hogyha tényleg egy nagyobb csoport, egy nagyobb munkahelyi szervezettel dolgozunk, akkor akár órákat, akár egy-egy alkalmat lehet egy-egy lépéssel foglalkozni, mert rendkívül sokrétű tud lenni a dolog. Itt most tényleg csak ilyen futtában tudjuk megemlíteni. Következő ez az energy téma, ami azért fontos, hogy felmérjük, hogy vajon mennyire ismerjük magunkat, mennyire tudjuk megítélni, hogy hol folynak el az energiáink. Vajon szánunk-e elég időt arra, hogy töltekezzünk? Tehát, hogyha fáradtak vagyunk, kiégünk, kedvetlenül járunk a munkába, vagy otthon türelmetlenülnek vagyunk a családunkkal, biztos, hogy másban kell keresni a problémát. Lehet, hogy mi magunk
úszunk az árral, és nem figyelünk arra, hogy az energiaszintünket tartsuk azon a minimális szinten, hogy működni tudjunk, de ez ugyanúgy igaz egy szervezetre is, és itt ül köztünk a Krista, aki a életkeréknek, meg az életfordulnak a nagy szakértője, az ugye egy nagyon jó coaching módszer arra, hogy ezt a témát jól kibontsuk, feldolgozzuk, átdolgozzuk, és hát több egyéb módszer is van. Mégis de... azért föllentározunk az erősségeinket, amiket valamiért mindig természetesnek veszünk, mindenki jutnak, hogy a tessék leír, igen. Vannak energiaforrások, mik a belső energiaforrások. És ez egy cégnél is nagyon fontos. Tehát nagyon fontos tudni, hogy ha egy szervezet, tehát megkérdezzük egy szervezetből, hogy melyik az a nap, ami, vagy írjanak le egy napot, ami olyan nagyon rossz. És olyan még nem volt, hogy ne csapnának a homlokukra a végén, tehát kvázi nem látják, nem értik ők se, hogy mitől rossz egy napjuk, meg mitől tud jó lenni egy napjuk. Nagyon sokat tudunk ebben is segíteni egy cégnek, hogyha erre rávilágítunk. Következő az elevét, ugye? Igen. Tehát az elevation, ugye az, mi az a külső erőforrás, ami meg tudja emelni a talán éppenséggel, mondjuk nagyságrendekkel is azokat az erőforrásokat, amiket eddig nem vettünk igénybe, nem foglalkoztunk vele. Ezekre érdemes néha gondolni. Igen, itt ilyen külső dolgokra érdemes gondolni. Ki az, aki kizökkenthet minket ebből az állapotból, aki adhat egy olyan plusz lendületet a munkánknak, az állapotunknak, ami kimozdít. De látom, hogy írtok, aminek nagyon örülök, de remélem a ti saját témátokon dolgoztok, tehát ott jönnek az ötletek, hogy hú, tényleg én erre még nem gondoltam, hogy vannak ilyen... Céges környezetben például azt, hogy milyen fajta pályázatok vannak, milyenféle banki segítség, milyenféle finanszírozás az, ami érdemes igénybe venni, vagy milyen más szakértő, vagy bármilyen más környezetben lévő külső erőforrás, amit igénybe vehető. Tehát, hogyha olyan ügyfelekkel dolgozunk, akik kellő nyitottságot mutatnak, ott ezeken a kérdéseken, tehát ez elméletileg egy ilyen egyszerű, hogy miért nem fordulsz szakértőhöz, miért nem fordulsz ide-oda, ez így nagyon egyszerűen hangzik, de egészen szokatlan formában is rá tudunk találni itt ötletekre, esetleg képeket mutogatunk, játszunk, ez az action coaching, ez is elhangzott már az előbb egy előadáson. Tehát itt is olyan eszközök vannak a tarsolyunkban, amik látva a csoportot, vagy a céget, akivel dolgozunk, abban az adott szituációban elő tudunk venni, és hát tényleg egészen pazar, meg brilliáns ötletek tudnak ilyenkor születni, amiből mi is mindig tanulunk meg, mi is sokszor rácsodálkozunk. Tehát mi is már annyira szeretjük ezt a módszert, ezt ugye már többször említettem, mert ahányszor végigmegyünk, ahányszor megéljük, mindig kapunk egy csomó új ötletet, és belőlünk is mindig új dolgokat hoz ki. Úgyhogy még nem villantotta meg különösebben István így a mai nap során a humorát, de hát neki hihetetlen humora van, és amellett, hogy tényleg egy nagyon profi menedzser és az üzleti életet kívülről ismeri meg, mindenféle dolgokat megért. Én is dolgoztam multinál is, kis cégnél is, nagynál is, de ő neki valami egészen különleges látásmódja van, úgyhogy na, mindegy, nem szakorítom a dolgot. Ha ott tart az a vizsönnel, akkor el is érkeztünk oda. Igen, szóval jön a vizsön. Igazából az a cél a munka során, hogy amikor ezeket az előző lépéseket végigcsináljuk, akkor akivel dolgozunk, az kellőképpen megerősödjön, és kialakuljanak benne azok a erőtényezők, meg hit, meg ötletek, zengjenek a fejébe, hogy hát erre se gondoltam, hogy ezt miért nem eddig, tehát, hogy mire ide jut, addigra felvértezve háromszor olyan erősnek,
és elszántnak érezze magát, mint amikor elkezdtünk dolgozni. Úgyhogy ugye a címben is benne van a Three Vision mellett ez a hármas szám, ami azt is jelenti, hogy kvázi egy ilyen hármas fokozatot, elektról kezdem, három szinten járunk végig, az alapszint, a célszint, és ez pedig a vision, ez pedig egy ilyen nagyon bátor cél. Tehát amikor sokkal bátrabban közelítem meg a dolgot, és azt mondom, hogy hát én kis hitű voltam, mikor azt gondoltam az elején, hogy ez a célom. Ma már rájöttem, hogy ennél többet is el tudok érni, és igenis képes vagyok ennél nagyobb dolgot is véghez vinni. Volt cég, aki nem volt tisztában azzal, hogy például a piacvezető, csak piacvezetői struktúrában mi mindenre tudhat ő vállalkozni, és a nagy kihívás ennél a cégnél az volt, hogy ők profit is váltsanak. De hát ők annyira csak ezt csinálták világéletükben, hogy a piac szép lassan elment mellettük. És akkor ébredtek rá, hogy úristen, hát ha most egy normális vision ki tudunk alakítani, akkor ebben a visionnel mi szinte barátságosak vagyunk, és ki, ha nem mi. Tehát ez egy nagyon érdekes felismerés, amikor rá tudtuk venni a céget, hogy lépjen egyet hátra és nézzen rá a saját jelenlegi helyzetére és a céljaira, nagyon érdekes fát rajzoltak harmadikban. Igen, lehet rajzolgat, nem tudom, tehát úgy átjött, hogy most kellene azt a bizonyos nagy harmadik fát megrajzolni, amire persze időnk az nem nagyon van, de azért remélem, hogy úgy jöttek ötletek meg. Cégeknél elkezdett ez a vision fa olyan lenni, mint a karácsonyfa, hogy még ezt is tettek rá, meg olyan madár is lett rajta, meg rajta volt a számítógép, meg a nagyon sok minden, úgyhogy érdekes dolgok alakultak. Igen, tényleg fantasztikus fagyült, amit van már, úgyhogy már lassan föl fogjuk rakni a elérhető formában. Következő lépés lenne akkor ez az individuals. Ennek az a célja, hogy felmérjük, hogy kik azok az egyének és szervezetek körülöttünk, akiknek köze van a mi sztorinkhoz. Mert az egy dolog, hogy a kollégám, a főnököm, a beosztottam, meg hogy a legfőbb versenytársam, meg hogy a, nem tudom én, a bérbeadó, akitől az irodát bérlem. Tehát vannak ilyen nyilvánvaló kapcsolódások, de mindig van egy csomó olyan szereplő is a történetben, akire először nem gondolunk. Használtuk párszor a szociális atomot például ebben a szakaszban, ahol azért úgy el kellett helyezni például a versenytársakat. Tehát nem mondjuk egy üzleti környezetben, talán ez az individuális, ez komponenseket is jelent. Tehát, hogy mik a piacunk, mik a munkánk komponensei, egészségügyi hatóságok, környezetvédelem, adóhatóság, és így tovább. Tehát kik azok érintettek ebben igen, a körben. És érdemes megnézni, hogy ki mennyire, tehát, hogy ki tartozik egészen a közeli körhöz, ki az, akivel nagyon sok a feladat, ki az, aki távolabbi, de azért Illetve kik azok, akik csak úgy nagyon-nagyon távolról, de azért őket sem szabad szem előtt téveszteni, és akkor, amikor itt tartunk, akkor mindig érdemes rá hangsúlyt fektetni rá, hogy keressük meg azokat a szereplőket, akikkel aktuálisan is feladatunk van. Tehát akivel már holnaptól, mert most elhanyagoltuk, nem figyeltünk rá, nem tudatosodott bennünk, hogy milyen fontos szerepe van, stb. Én visszatérve például volt, hogy civil szervezetben dolgoztunk, civil szervezettel, és ott például nagyon izgalmas, hogy például ebben a külső körben, hogy kik a stakeholderek, tehát mondjuk társadalmi csoportok, vagy éppenséggel önkormányzati vonatkozású dolgok. Amikor terültek, aztán ki, hogy ezzel amit foglalkoztak. Jó, akkor mennék tovább. Hát megint egy nagyon izgalmas lépés következik, ez a sensitivity. Na, itt már ugye előjárunk az utunkon, tehát haladunk, de érdemes egy kicsit megállni és magunkban nézni,
hogy érezzük magunkat most? Érzünk-e valami testi jelet? Vagy szorongunk-e valahol esetleg? Tehát ez most tényleg lehet, hogy furcsán hangzik, meg főleg ilyen céges témák belőször furcsán hangzik, de aztán általában éreznek, hogy hát nekem valahol jogrontáján szorít, én valahogy behúztam a nyakamat. Tehát ezeket nagyon fontos feltárni, mert ezek a testi jelek, ezek mindig fontos információkat tartalmaznak. De céges vonatkozásban ugyanez van. Tehát akkor, amikor nem tudjuk, hogy az aktuális nyomda, amelyik működik, annak a környezetvédelmi hatóság mikor fogja bevonni a... Tehát mikor fogják azt a területet átkülönösíteni. Tehát ezek a bizonyos érzékenységek, amik a külső körülményekre, vagy éppenséggel valamilyen belső átstruktúrálni valóra utalhatnak, nagyon érdekes megvizsgálni ezeket az érzékenységeket. És nagyon fontos, mert azért a kockázatvállalás mértéken, meg azt, hogy mennyire reális a kitűzött célunk, az nagyon múlik azon, hogy most tényleg szorongva dolgozunk rajta tovább, és lelkünk mélyén hitetlenkedve, mert nem hiszünk, csak kifele közvetítjük azt, hogy igen, ez a mi feladatunk, erre haladunk, de közben meg ha valahol a lelkünk mélyén ott van a szorongás, meg valami régi hiedelem, hogy úgy sem szokott sikerülni, mindig összehívnak minket, mindig van ilyen team building, aztán két napig jó hangulat van, aztán úgyis minden úgy folytatódik, ahogy. Szóval itt ezeknek nagy jelentősége van, hogy tényleg kimondásra kerüljenek, és tényleg őszintén tudjunk róluk beszélni. Következő, az identification. Ez most ugye remélhetőleg az előző lépés az nagyon jól sikerült, és sikerült ezeket a szorongásokat feldolgozni, meg kipakolni, megbeszélni, és akkor most jön egy olyan lépés, amiben meg növesztjük az izmainkat és az elszántságunkat, és megerősítjük magunkat a tekintetben, hogy mi iszonyú profik vagyunk, nagyon erősek, rengeteg dolgot tudunk. Ez mondjuk egy cégen belül, egy szervezeten belül nagyon fontos, hogy ott mindenkiben megtaláljuk azt, ami az ő különlegessége, amit ő tud hozzátenni a céghez. Mert a motiváció az ugye akkor tud működni, hogyha minden embert elismerünk, az utolsó takarítónénitől kezdve, ugye a legkomolyabb fejlesztő kiköltést hozunk ki. Úgyhogy ennek a lépésnek ez a jelentősége, hogy mindenkit megerősítsük. És hát ilyen céges folyamatokban ilyenkor azért le szoktuk írni a céggel azokat az érdekes pontokat, amelyekből aztán a végén az action plan megszületik, és ez egy fontos része a feltérképezés. Jó, mennék tovább akkor. Organization. Hát ez ugye nagyon céges kifejezés, de ez egyéni munkában is fontos, nagyon fontos, hogy ránézzünk arra a szervezeti közegre, vagy magára a szervezetre, amiben működik. Tehát mi mindig a rendszer szemléleti törvényekkel kezdjük ezt a munkát. Nagyon fontos, hogy betartsuk a rendszer elveket. Tehát azt, hogy mindenki jogosult az a rendszerhez tartozás elve, hogy mindenkinek megvan a helye a szervezetben. Aztán a sorrendiségek, mert ránézzünk, hogy ugye van, aki korábban jött, az bizonyos előnyöket élvez. Ugyanakkor ez egyfajta sorrend, de a másik fajta sorrend, hogy aki többet tesz le az asztalra, az el kell ismerni, annak is viszonozni kell azt a fajta teljesítményt, amiben ő kitűnik. Tehát az identificationben amúgy is felvetődik maga a szervezet, mert még olyan coachingban nem voltunk, csoport coachingban, ahol azt mondták volna, hogy gyerekek, a mi szervezetünk pontosan ezt csinálja, és ez állati jó, mert erre találták ki. Nem ott szokott kérdezni, hát a szervezetünk az ehhez képest, no? A válaszadás nem így működik, a szinteket csökkenteni kell,
ez pont a gyengeségünk, próbáljunk ebben valamit csinálni, elakadtunk, stb. Egyébként egyéniben is ugye az organizáció nagyon fontos, mert hát a családtagok vannak, párkapcsolat van, baráti kör van, lakókörnyezet, társadalmi környezet, stb. A kihívás elég nagy, és a organizációk nem nagyon lehet kihagyni ebből a kutatványból. Igen, és még a harmadik elvet, azt még hozzátenném, mert az is nagyon fontos, hogy az adókapok egyensúlya. Tehát hány szervezet döcög amiatt, hogy páran viszik a hátán a dolgokat, és a többiek meg úgy elvannak, meg úgy bejárnak dolgozni, de éppen hogy részt vesznek a dolgokban, tehát nagyon fontos, hogy megtalálják ezeket az egyensúlyokat a cégen belül, illetve az is nagyon fontos, hogy olyan feladatokat végezzenek a csoporttagok, amik testre szabottak. Tehát ugye biztos hallottatok sokan a Belvin módszerről, ami egy zseniális módszer arra, hogy felmérje, hogy ki milyen funkciókat lát el informálisan és formálisan a szervezeten belül. Mert nagyon fontos, hogy tényleg testre szabott legyen a dolog. Tehát ha valaki mondjuk a fejlesztésért felelős, közben egy abszolút nem innovatív ember, viszont nagyon jól tud kommunikálni. A másik pedig fordítva, mondjuk ő naponta három új ötlettel jön, de neki az a dolga, hogy beszerezzen. Nem tudom, most egy vad ötletet mondtam. Tehát biztos, hogy vannak ilyenek cégen belül, és hogyha ezeket nem veszik figyelembe, akkor ott olyan nehezen fognak működni a dolgok. Érdemes ezekkel foglalkozni. Nektek is van olyan tapasztalatotok, hogy egyéni coachingban, de itt a csoportcoachingban is nagyon kijön az, hogy ebben az organizációban valaki nagyon nem találja meg a helyét, az is egy pillanatban kiderül. Tehát volt olyan projektünk az Évivel, amiben dolgoztunk, hogy másnap felmondott egy ember, aki ott volt a csoportcoachingban, és neki abban segített ezt, hogy rájött, hogy ő neki ki tud csinálni. Tehát ő nem az, aki. És azt kell mondjam, hogy saját előnyére tudod kilépni ebből a szervezetből. Mondjuk ez nagyon érdekes volt, ezt elmondanám még, mert így lehet, hogy nem hangzik túl jól, hogy évek óta könyörögtek neki, hogy valamit kezdjen el csinálni, tanulni, és mindig lepergett róla, és mindig visszautasította. És itt a végén, majd persze a végén derül ki, hogy van ez az elköteleződés, meg ez a bevállalás, ő maga jutott arra, hogy azt mondta, hogy neki ezt holnaptól el kell kezdenie, de így komolyan látni kellett volna a kollégákat, hogy így bele nyomoltak a székbe, hogy nem hitték el, hogy ez így az ő szájából kijön. És mindenki nagyon boldog volt, és így mindenki mondta, hogy hát azt talált, hogy ezt megélték, stb. Viszont az lett, tehát ő tényleg saját magától rájött, hogy enélkül itt nincs helye, de mégsem tudta megcsinálni, viszont volt olyan bátor és karakán, hogy másnap felmondott. És tényleg addig ilyen humános okokból nem küldték el, de hát nem volt jó. Tehát ez komolyan hatott a cégre, így viszont mindenki békében zárta le az ügyet, és nem maradt. Cégvezető pici csöndben hálás volt. Szóval ilyenek is vannak. Na, és akkor a következő, az utolsó lépés. Itt nem találtunk olyan szót, ami ennel kezdődik, és a frappáns vége lenne, úgyhogy ezt így oldottuk meg, hogy perfection lesz a szerint. Tehát, hogy milyen tudás, tanulás, csiszolgatás kell ahhoz, hogy ezt a fantasztikus bátor célt elérjük mi egyénileg, vagy szervezetileg, vagy közösen, attól függ, hogy hol dolgozunk. És itt az a célunk mindig, hogy egy nagyon konkrét, bátor programtervet sikerüljön felépíteni. Ez persze mindig adott helyzettől függ. Tehát volt pont ennél a cégnél az volt a végén, hogy rajzoltak közösen a végén egy közös fát. És mindenki a saját vállalásait egy-egy színes posztitra kiosztottuk, hogy János sárga posztit, Erzsébet kék posztit, stb. Tehát itt ilyen nagyon jól volt szemléltetve a dolog, és mindenki ráírta a kis saját vállalásait a posztitekre, és felöltöztették a fát,
és kirakták a falra. Tehát nagyon jó volt, mert utána ez ott maradt. Ezt erről tanultuk, tehát ez segít ezt, de ez nekünk is akkor ott jutott eszünkbe. Tehát tényleg ez egy ilyen spontán dolog volt, de nagyon gyorsult el. Az a fontos, hogy tényleg minél több konkrét lépést. Tehát itt gyakorlatilag a menedzsmentnek utána komoly munkája van, mert ekkor kezdődik az egészen. Ugye van egy action plan, amihez határidők vannak, a vállalásokat figyelni kell, és a folyamatban mi is részt veszünk. Tehát itt nem zárult le a mi munkánk ebben a coaching folyamatban, mert egy-két hónap után vissza szoktunk térni, rá szoktunk kérdezni, és akkor mindig van egy ilyen leülünk és elbeszélgetünk még egy kicsit a projektről. És akkor mit kiderül, hogy és még mit kell megcsinálni. Na, most tényleg ilyen gyors van egyszerűen még voltunk rajta. Most 45 van, elvileg 50-ig van nekünk, mondjuk csúsztunk, tehát egy picit tarthatjuk tovább. De direkt azért szeretünk volna gyorsan még tudni rajta, hogy ha kérdés van, vagy ha valaki úgy megérintett a dolog, hogy lenne olyan bátor és kedves, hogy megosztaná velünk, hogy most neki esetleg valamit adott-e ez, vagy jött-e valami olyan ötlet, vagy végig tudott-e úgy a saját témáján menni a kis silabuszunkkal, hogy hazavisz tényleg belőle valamit, vagy bármi visszajelzést adnátok, azért rendkívül hálásak lennék, és nagyon megköszönnék. Igen. Két kérdésem. Az első az, hogy meddig tart egy ilyen, ez egy workshop alatt megy ez az egész, vagy 3-4 nap? Vagy... Igen, ez nagyon jó kérdés, köszönöm. Majd még fogunk kiosztani egy ilyen másik típusú leírást is, amiben ez is szerepel, mert ugye dolgozunk egyéniben is. Tehát egyénekkel ezen ilyen két-három ülés alatt lehet végig menni. Hogyha mondjuk egy vezetőfejlesztés, vagy egy párki egyéni coachingra oda jön, és hallott már erről, vagy ismer minket, egyénileg ennyit szokott igénybe venni. Csoportokkal változó, vagy cégekkel, ugye az a tipikus, hogy a vezetővel leülünk, megbeszéljük, vagy már ott dolgozunk valami más témán, és akkor felmerül ez, hogy van ez a módszer, ez például tényleg, hogyha van egy olyan szervezet, ami nehezen csúszik össze, vagy fele régi tagokból áll, most jöttek újak, tehát nagyon, nagyon sok célra lehet ráépíteni, de az is lehet, hogy egy ilyen diagnosztikai céllal csináljuk végig egy munkahelyi szervezeten, azt mondja a főnök, hogy hát őnek nem érti miért, de valahogy olyan nem jó, szerintem nem az igazi a csoport, és akkor egy ilyen diagnosztikai céllal megyünk végig rajta, rendkívül sok információ. Tehát az a tapasztalatunk, hogy ez jellemzően maximum 6 fő, 7 főig működik, tehát egy csoportban, és mondjuk egy optimális program az 3 fél nap. Tehát 2 fél nap vagy 3 fél nap a természetétől függ a történetnek. Nem hiszük, hogy túl szabad kontrollálni a dolgot, de egy folyamatot be lehet zárni egy ilyen 3 fél napos kurzussal, és utána pedig egy feedbacket valamikor egy hónap múlva valamilyen körben. Aztán azt szokott mondani, hogy a cégnél hasonló csoportok vannak, és akkor csoportokon kell külön-külön megcsinálni ugyanezeket a folyamatokat, de lényegében a egy ciklus az ez a 2-3 fél nap. Igen, illetve ha van olyan, hogy tényleg ilyen úgynevezett csapatépítés, na most akkor csak egy kicsit úgy, hogy érezzük jobban magunkat, és ilyen kicsit ilyen játékos formában menjünk végig, olyan is volt már, hogy és hogyha kicsi a cég, tehát ilyen 4-5 fős maximum, akkor egy nap alatt is meg lehet csinálni. De akkor azért az olyan, hogy nagyon intenzív. De volt erre is többször például, hogy ilyen egynapos intenzív. Igen, a másik kérdés. A másik kérdésem az az, hogy egy picit jobban tudnátok nekem differenciálni a target és a vision közötti különbséget, illetve hogy az action terv az melyikre megy? Ugye a target az mindig úgy szoktuk meg közelíteni a dolgot, hogy konkrét céltipülés mentén
Tehát nem vagyok, hogy bekopogunk, hogy most azért tük, hogy fejlesztünk benneteket, tehát ez itt nem működött soha. Tehát mindig a kifejezett, mondjuk egy piaci szegmensnek a kiépítése, vagy történetesen egy új profilnak a kialakítása. Vagy stratégiaváltás, vagy valamilyen fajta külső megváltozott környezetre kell változtatni. Na most utána a vision, persze én értem ezt a kérdést, hogy teljesen jogos, de a vision azért az egy sokkal távolabbi célkitűzésnek, vagy egy távolabbi identifikációnak a meghatározása, ami menet közben szokott előjönni. Ugye, és akkor mi miért is vagyunk itt? Illetve nagyon sokszor megértük már azt, hogy azt gondolják emberek, főleg egyéniben, hogy ez a céljuk. És ahogy elkezdünk valamit dolgozni, kiderül, hogy hát igen, ezt gondoltuk, de valójában nem erről van szó. És ez cégeknél is így van, sokszor kiderül, hogy sokkal bonyolultabb a helyzet, és ezen még lehet dolgozni. Kérdés megint, hogy mondtatok is helyzeteket, hogy mikor érdemes ezt használni. Elbűvődetlen, illetve azt, hogy milyen helyzeteknél nem annyira alkalmazott. Tudtok erről? Hát én még olyat nem tudok mondani, hogy mire nem alkalmaz, de most ezt tényleg komolyan mondom. Tehát ugye a diagnosztika, amit már mondtunk, és az nagyon fontos szerintem, az szinte mindenkire ráfér. Tehát mindig kiderülnek új dolgok. A másik bármilyen fejlesztés, jó mondjuk informatikai fejlesztés, tehát kvázi technológiákat nem fejlesztünk, tehát ami az emberi működéssel, meg a szervezeti működéssel összefügg, bármilyen fejlesztés, motiváció, kommunikáció, illetve hát ez ugye szervezetekre, de egyéniben ugyanígy. Most a másik pedig az, hogy ugye ez a módszer és ennek a lépései azért, hogy mondjam, tehát ezek nem ennyire merevek és nem ez a titka történetnek, de mindenképpen ad egy olyan keretet, ami mentén eljutunk ugyanahhoz az eredményhez, amihez egyébként is el lehetne jutni, de hogy ez a kialakulás, tehát a gyakorlatból jött nekünk ez a rendszer. Tehát akármit is föl lehet rajzolni a papírra, mert az elbírja, de ez a struktúra pedig bevált. Tehát a kérdésre talán a válasz. És ha esetleg valaki a saját projektjét megosztaná velünk, igen? Nagyon érdekes volt, hogy a közélsőt, tehát ugye három fájlunk összetetett, és ugye a közélsőnél megjelent, hogy oké, ez ilyen nagyon kerek a történet, stb. És az egyik oldalra, illetve a rajzlapon ugye a jövő oldal, ilyen nyúlványok jöttek is, tehát a harmadik fán gyakorlatilag a jövő felé nyúlványokkal rendelkezett. Nyilván ez már volt olyan szimmetrikus, mint az a második fa. Nekem mégis sokkal izgalmasabbnak tűnt, mert hogy abban benne van az, hogy további fejlődés is, legalábbis az én olvasatomban hogy megdöbbentett, hogy szóval úgy ezzel nem fogsz tudni valamit. Igen. Tehát ugye ez volt nekem furcsa, hogy oké, ott egy elképzelt tökéletes kép, de abban még valami hiányra. Szóval de jó, hogy ez még kifejezni, mindig lesz valami új. Én megköszönöm, mi nagyon szívesen beszélgetünk.